Sziasztok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Mai témánk egy kérés, kívánságra adott válasz lesz, amit igazából nem értek, mert tök egyszerű, viszont én szeretem kiszolgálni a közönséget, úgyhogy ezt a roppant egyszerű dolgot is el fogom nektek magyarázni. Ez a kérés egy kérdés egy HR jellegű dologra vonatkozik, ugye foglalkozással, munkaügyel kapcsolatos, de mivel, mint mindenhez, ehhez is marhára értek, ugye ki fogom egy picit bővebben nektek fejteni. Ugye vannak országok, amikhez kapcsolódnak bizonyos jelzők. És ha ezt a jelzőt meghallod, akkor egyből tudod, hogy arról az adott országról van szó. Ilyen például, ha meghallod azt, hogy Hortobágy, Kilencjukú híd, vagy Gulás, akkor Magyarország ugrik be. Ha meghallod azt, hogy az Ezertó országa, akkor Finnország ugrik be. És ha meghallod azt, hogy a több tízezer takarítónő és babysitter országa, mi ugrik be? Igen, Svájc. Hát a kérdés erre vonatkozott, hogy vajon miért van ebbe az országba, miért kellene az országnak ennyi takarítónő és babysitter. Én nem tudom, hogy ez csak nekem ilyen evidens dolog. Másnak nem. Tehát semmi nem úri be senkinek, hogy milyen okai lehetne. Oké, akkor elmondom. Ennek összetett okai vannak, demográfiai és szociológiai okai vannak. Ugye, azt mindenki tudja, hogy Svájcban magas az életszínvonal, az ottani emberek nagyon-nagyon jól élnek. Ennek következtében ugye a szaporulat is elég erős. Svájci hölgyek nagyon-nagyon szeretnek szülni. Persze, hát könnyű eltartani a gyereket, jönnek sorba a svájci porontyok világra. Viszont, milyen magas az életszínvonal, a svájci hölgyek szívesebben ücsörönnek a plázába, habos kávét iszogatva, mint hogy gyereket neveljenek és takarítsanak. Ilyen egyszerű. Viszont ha körbenéztek egy svájci képeslapon, egy poszteren, akkor látjátok, hogy az egész Alpok, az összes havas legelő mind-mind le van takarítva. Tehát tisztaság van. Valamint a svájci gyermekek se a puszta közepén odabaszva nőnek fel. Most azt tudni kell, hogy Svájcban városonként, hogy ezt a tisztaságot meg tudják őrizni, körülbelül 50 darab takarító cég van, és falvanként is általában minden 15. lakosra jut egy takarító cég. Tehát ezt ilyen szintre fejlesztették Svájcba, és külön babysitter ügynökségek vannak, ez is rengeteg. Hát szerintem ilyen ezresével lehet ezeket is felsorolni. Na, Svájcban látják, hogy kevés a takarítónő, kevés a babysitter, nyilván a hiányt pótolni kell. Honnan lehet ezt pótolni? Nyilván olyan helyről, ahonnan az emberek szívesen mennek Svájcba, mégpedig a magasabb anyagi jövedelmek miatt. Ilyen egyszerű. És ez hol van, ahol alacsonyabbak a jövedelmek? Nyilván Közép-Kelet-Európában. Tehát kis hazánkban, ettől még esetleg kicsit keletebbre, északra, stb. Most, ha megnéztek egy ilyen takarítónő, babysitter hirdetést, mondjuk egy svájci kantonban feladva, ott a következő szöveg ott alá lenne írva, hogy mit tudom én, takarítónőt keresek, agytevékenység lehet minimál, viszont külsőségek, kell egy 95-ös mellbőség, egy kellően felturbózott, felszilikonzott szájacska, valamint legalább egy másfél méter hosszú pót haj. Tehát ez vonatkozik egy takarítónőre, és ez vonatkozik egy babysitterre is. Hogy miért? Semmi? Nem úrik be? Jó, akkor ezt is elmondom. Tehát, maradjunk először a takarításnál. Ugye, Svájcban is 2000 wattos automata mosógépek vannak, és porszívók. Most, ha mi történik, ha elromlik egy ilyen, tegyük fel egy porszívó. Beszarik. A svájci ember se hülye, nem fog elrohanni egy másikat venni, szól a takarítónőnek. Takarítónő letérdel, hatalmas mellek feltételezik a hatalmas tüdőt. Majd szívó üzemmódra kapcsol a takarítónő, és ennek a nagy tüdőnek köszönhetően egy 650 bar szívó erővel kirántja a padlószőnyegekből a
kis atkákat, az egyéb picikes állatkákat, a cicaszőrt és az egyéb porszemcsékek. Világos? Ez az egyik, hogy ezért kell a nagy tüdő. Miért kell csücsörítő, marha nagy száj? Semmi? Gondoljátok, mondjuk fürdőkád, vagy zuhanytálca, dugulás. Ez a száj tökéletesen alkalmas arra, takarítónak fogja, rácuppam, vákummentesen, nagy tüdő, hatalmas szívás, és a lent ragadt összes trutymót egy szívó erővel ki tudja rántani. És minek kell akkor a póthaj? Semmi? Akkor ezt is elmondom újra. Figyeljetek, hajat össze kell tekerni itt fenn. Másfél méter, lesz belőle egy olyan alak, körülbelül, mint egy óriási WC kefe. Oda megy a takarítónő, az eldugult klotyónál megfogja a szélét, kézen áll a klotyóba, törzsét elfolgatra jobbra-balra, egy ilyen tekerő, cucáló mozdulattal leereszkedik a kanyarulatig, és az ott megakadt zaccot egyből le tudja tolni. Ennyi. Ez ilyen egyszerű. Menjünk a babysitterhez. Kicsi svájci, tehát csecsemő alszik, főriad. Mit lát? Lát kettő, ekkora kibaszott nagy kannát. Meglátja, te úristen, itt vagyok a Himalája alatt. Mi történik ilyenkor a csecsemővel? Azt gondolja, hogy mi a Himalája alatt van, kevés a levegő, spórolni kell vele, vissza kell aludni. Alszik tovább, megnyugodott. Meglátja szájat, ugye segjük, cumizó száj. Mi jut eszébe, most mondtam, a cumizás, cumizási reflex, szopó reflex egyből eszébe jut, ezzel megint az jön, lassan kaját fogok kapni, megint megnyugszik, megint elalszik. Oké? Okay? Miért kell a hosszú haj? Azért, mert a csecsemő úgy dönt, hogy neki most éppen kakálni kell, nem fog beszalni a drága svájci pelenkába, hátra nyúl, meghúzza kétszer a póthaját, ez olyan, mint a csengetne régen, tudjátok, a komornyíkoknak, hopp, tudja, babysitter, gyereknek kulázni kell, kiviszi, rábassza a WC-re, ha dugulás van, akkor megoldja, stb. Stb. Ilyen egyszerű ez az egész. Én nem gondoltam, hogy ezt nekem valaha bárkinek el kell magyaráznom. Innentől kezdve tudjátok az okokat, Svájcba miért kellenek, hogyan fizetik őket, és miért ezekkel a paraméterekkel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek további szép napot kívánok!